A több fideszes potentátot megmozgató sorosozós kampánya ellenére beleállt a földbe a helyhatósági választásokon Nikola Gruevski pártja, a jobboldali belső macedón forradalmi szervezet, Macedón Nemzeti Egység demokratikus pártjának jelöltjei az önkormányzatok közül csupán 5-ben győztek, míg a kormányzó szociáldemokraták Szkopjéval együtt 56 településen kormányozhatnak, és egy nagyon érdekes cikket írt erről, és ennek hátteréről a K-Monitor munkatársa Merényi M. Miklós. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Örülök, hogy nem nekem kellett kimondanom a párt nemét. Igen, nem volt könnyű szó se róla, de megbírkoztam vele. Szóval Gruevskinek és társainak a vereség mellett, ahogy írod, komoly vádakkal is szembe kellett nézniük, mert hogy a stabilnak tűnő klientúra rendszerüket megborító lehallgatási ügy első számú gyanúsítottja épp a volt miniszterelnök, és hogy úgy tűnik, hogy a talaj többek számára forró lett, mert hogy két szökésben lévő volt titkosszolgát a Szaloniki reptéren csíptek el, amikor hamis bolgár útlevéllel egyébként épp Budapestre tartottak, és ami még nagyon érdekes itt a cikkben, amit írtál, hogy Gruevski pedig politikai szövetségese Orbán Viktor budapesti meghívását lobogtatva kérvényezte, hogy adják vissza a fél évre bevont útlevelét. Szóval kezdjük az elején, mit lehet tudni a Gruevskiről, és hogy került ő ilyen szintű kapcsolat, kerülhetett ilyen szintű kapcsolatba Orbán Viktorral? Talán emlékezhetnek rá hallgatók, ez nem is olyan régen volt kint az Orbán Macedóniában, és részt vett a Gruevskinek a kampányában. Gruevski egyébként elég hasonló szólamokkal kampányolt, egy nacionalista, populista retorikával, és egyébként ugyanúgy, tehát a Soros terv és a Soros Györgynek a szerepéről is elég hasonlóan gondolkodnak. Több fideszes vezetés kint volt, kampányoltak, és ugye ez volt az önkormányzati választás, amiben most már azt mondhatjuk talán, hogy a jobb oldal, az a Gruevskinek a pártja az elvesztette a hatalmat. Ez egy hosszabb sztori, és elég turbulens volt az elmúlt, nem tudom, 5 évnek a macedón politika történet. Tehát annyit látni kell, hogy a jobb oldal az valóban 10 évig egyeduralkodó volt. Ha valaki néz képet Skopjéről, az építészetén tökéletesen látszik, hogy kb. Milyen vonalat vittek, viszont volt ez a lehallgatási botrány, meg egyébként voltak korrupciós ügyek, amik miatt a jobb oldal megbukott, és az utcán követelték azt, hogy egyébként hagyják el a hatalmat, de ezt ők nem akarták. Ez kicsit hasonló lehet azokhoz a helyzetekhez, amikor egy demokráciában az a párt, akit leváltanak, az azt mondja, hogy ő nem fogadja el legitimnek a választásokat. Ugye most voltak a helyhatósági választások, amiket említettél adatokat. A jobb oldal azt mondja, hogy nem volt legitim a helyhatósági választás, és csalás történt. Ennek némileg ellentmondhat az, hogy egyébként 5000 hazai és több mint 300 külföldi megfigyelés részt vett. Szóval amiről itt szó lehet valószínűleg, az, hogy nem akarja átadni a jobb oldal hatalmat. Miért nem? Hát valószínűleg a börtönviszonyok Macedóniában se sokkal jobbak, mint itthon, és hát igen, Gruevskiékre, a párt vezetőire, és a titkos szolgálat érintett vezetőire valószínűleg börtönbüntetés várna. És ehhez képest érdekes, hogy meglepő ez a fordulat, amit itt a cikkben feltártál, mert hogy ahogy az előbb is idéztem, ugye Orbán Viktor budapesti meghívását lobogtatva kérvényezte Gruevski, hogy adják vissza a fél éve bevont útlevelét. Szóval hogy jön Orbán Viktor a képbe, hogy került egyetem, hogy lehetséges, hogy ez megtörténjen? Én azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök keresi azokat a nemzetközi szövetségeseket itt a környező országokban, akikkel egyébként egy követ tud fújni ebben az egy némileg euroszkeptikus és ezt a soros kampányt erősítő politikai narratívában gyakorlatilag, és ebben egyébként Gruevski nagyon jó szövetséges, nyilván egy európai uniós országnak a vezetője, ezért hitelesíti ezeket a mondatokat. Egyébként tényleg szóra ugyanazt fújják, némi talán az albánok azok ott egy nyilván fontosabb szerepet tartanak be. És ami nekem izgi volt, és ami miért ezt megértem ezt a cikket, én nem olvastam ezt a magyar sajtóban, de hát ez egy elég egyértelműnek tűnő sztori, amit ugye ezért talán magyarázatot érdemelne, hogy vajon, hogyha tényleg így van, hogy miért hívja meg a magyar miniszterelnök magához ezt a Gruevskit, akiről tudva lévő, hogy eljárás alatt áll, tudva lévő, hogy illegális pertfinanszírozással és ezzel a lehallgatási botránnyal vádolják, és ezzel nem hagyhatja el az országot. Tehát eznek egy olyan üzenete van a számomra, hogy a magyar kormány az kiáll
És hát tulajdonképpen áldozatoknak tekinti ezeket a macedon politikusokat, akiket egyébként nem csak leváltottak a választáson, és nem tűnik úgy nekem, hogy egyébként ez nem lett volna legitim ez a választás. Tehát ez azért erősen a macedon igazságszolgáltatás döntésének egy kétségbevonása, ami egy elég durva politikai gesztus. És az alapján, amit én olvastam, és az alapján, amit Orbán Viktor elmondott a macedóniai látogatásán, én akár ezt is el tudom egyébként képzelni, hogy igen, hogy a magyar kormány felvállalja ezt, hogy a macedón jobb oldal vezetőire, mint politikai üldözetekre tekint adott esetben, és egyébként ezeket a vezetőket Magyarországon befogadja. Mit lehet tudni egyébként erről a meghívásról? Ez a politikusnak, szóval ez egy hivatalos politikusnak szóló meghívó, vagy milyen típusú meghívás ez, amiről itt szó van? Ugye, amiből én tájékozódni tudtam, azok a macedón sajtóban megjelent hírek, és akár mondjuk ottani civil szervezetek segítettek abban, hogy ezt értelmezzem. Amiről a híradás szól egyébként, ugye az volt, hogy elvették Gruevskinek az útlevelét, amikor ugye érintett, tehát amikor vádat emeltek ellene, és hogy ő azt kérte, fellebbezett ez ellen a döntés ellen, ez most nyáron volt, és fellebbezett, és azt mondta, hogy ugye nyilván az ellenzék vezető politikusa, és hogy nem tudja végezni a diplomáciai vagy politikai kapcsolatit, nem tudja ápolni, és erre hozta példaként, hát tulajdonképpen becsatolta, vagy említette azt, hogy őt egyébként az Orbán meghívta Budapestre, és erre hivatkozva próbált ugye fellebezni. Ezt a fellebezést egyébként két nappal ezelőtt elutasították, tehát hogyha ezt nézzük, akkor nem valószínű, hogy Gruevski a közeljövőben Budapesten látogat. Amit meg ugye az elején említettél, hogy azért ez egy sztori lenne, ez egy nem lenne egy olyan nagyon-nagyon nem tudom, izgalmas történet, hogyha nem lett volna mellett ez a két volt titkosszolga, aki ugye szintén Budapestre utazik. Tehát ebből azért arra következtet az ember, hogy több van itt a háttérben, mint egy egyszerű udvariassági vagy diplomáciai meghívás. Merényi M. Miklósnak, a K-Monitor munkatársának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Minden jót, szia! Viszont hallásra!